Te, Robi, és megy még a bármit németre fordítok? Ma kis műsorszávod? A komédiumban, az önálló kabarénban mindig fölvetem, hogy lehet mondani bármilyen közismert verset, és akkor megpróbálom németre fordítani. Ezen többnyire derülni szoktak, mert nem német professzorként fordítom, hanem a gyorsaság a lényeg, hogy villámgyorsan közismert magyar verset németre. Nem mondd el, csináljuk meg. Tessenek mondani egy. Az anyám tyúkját, ami az anyám tyúkját illeti, el kell mondjam, a legnépszerűbb magyar vers, mert 100-ból 99-szer elsőnek kéri. Azt kéri. De az már nem improvizálás. Családi kör? Azt másodiknak szokták. Abends ist Kiki in die Ruhe, Lehmann Bohlingat das Eperbaum Lombje. Tessék mondani. Schlafen schönes klein Balázs. Attila jó, Füstgegangen plan. Füstgegangen plan. Ganze Straße hazafelé. Darauf denke immer. Viverdeig szólítani, rég nem látott mutter. Ez egész jó. Was sage ich zuerst? Schönes gutes neki. Midőn? Mit deren, na nyelvtan fontos, mit deren, menj bölcsöm ringatát, the arm terjeszti aus. S jutott eszembe, ohne Zahl, számtalan. Tudsz németül? Csak segíts, csak hogy holnap még ne jelentkezz felsőfokon. S jutott eszembe, ohne Zahl, schöner schön gondolat, noch stehen látszott die Zeit, aber das szekér haladt. Kleines Zimmer, topparék, geflohen zu mir, anyám. Ich hab gecsükt auf seinem Mund, ohne Wort, mint gyümölcs a fán.